Sajtóinformációk szerint ebben az évben 140%-os volt a börtönök kihasználtsága hazánkban. Strasbourg kötelezte Magyarországot arra, hogy oldja meg a túltelített létszám miatt kialakult rossz fogvatartási körülményeket. 2019-ig 5 új börtön épülhet az országban, ezek között 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Csengerben és Kemecsén, ahol 500-500 főt tudnak majd elhelyezni. Közben elindult a börtönreform, ami többek között a fogvatartottak társadalmi integrálását is segítheti. Mészáros László dandártábornok, a Tiszalöki Büntetés Végrehajtó Intézet parancsnoka a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét. Erről is beszélgetünk, de kezdjük talán ott, amitől a sajtó is hangos volt az év elején, és főleg az év elején, hogy 140%-os telítettség volt a magyarországi börtönökben, egy kicsit javult a helyzet. Hát nyilván, ahogy a közvélemény is pontosan tudja, illetve hát a sajtó orgánumok is pontosan tudják azt, hogy a magyar büntetés végrehajtási intézetek zsúfoltak, és hát a telítettségi mutatók valamelyest az év folyamán javultak, de hát mindenféleképpen szükséges az, hogy további börtönök is épüljenek, ezt én mindenféleképpen üdvözlöm. A jelenlegi adatok alapján a magyar büntetés végrehajtásban 13.700 fő a befogadó képesség, és jelen pillanatban körülbelül 18.200 fogvatartott van a büntetés végrehajtási intézetekben, és hogy mit is jelentenek ezek a telítettségi mutatók. Ugye az európai börtönszabályok alapján, és hát ez nálunk is törvényi szinten van deklarálva, hogy egy fogvatartottra egy zárkában 3 négyzetméter mozgástérnek és 6 köbméter légtérnek kell jutnia, ugyanezt fiatalkorúak és nők esetében 3,5 négyzetméter. Hogyha egy picit még a számokat megnézzük, és megnézzük ezt a túltelítettséget, zsúfoltságot, és az, hogy a fogvatartottak száma is emelkedett tulajdonképpen, mert ez az egész feltételezi azt, akkor nagyon sokszor összefüggésbe hozzák azzal, hogy ami után a BTK szigorodott, utána keletkezett tulajdonképpen ez a túltelítettségi ráta. Így van ez? Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül van egyenes összefüggés a két dolog között, hiszen jól lehet a BTK szigorodott, ez azért nem feltétlenül jelenti azt, hogy most ezres nagyságrendben kell a börtönök létszámának növekedni. Talán sokkal inkább visszavezethető olyan társadalmi okokozati összefüggésekre, amelyek a bűnözéssel vannak kapcsolatban nyilvánvalóan. Az, hogy rossz vagy nem megfelelő körülmények között vannak benne a börtönökben a fogvatartottak, ugye ön mondott néhány paramétert, ami alapján a Strasbourgban efelől ítélkeznek, illetve véleményt mondhatnak, de mi a valóság itthon Magyarországon? Azért tudjuk azt, hogy más relációban, más összehasonlításban a magyarországi börtönökben a helyzet nem a legrosszabb. Hát én ezt alá tudom húzni, sőt, a Tiszalöki Büntetés Végrehajtási Intézet vonatkozásában mindenféleképpen azt el kell mondanom, hogy ezek a fajta telítettségi mutatók, amelyről az előbb beszéltünk, Tiszalökön azért nem igazak. Ugye azt pontosan tudjuk itt a megyében, de hát biztos a megyén kívül is, hogy a Tiszalöki Országos Büntetés Végrehajtási Intézet úgynevezett PPP konstrukcióban épült meg, 2008-ban kezdte meg a működését, és itt szigorúan vesszük azokat a szabályokat, amelyek a telítettséggel kapcsolatban, zsúfoltsággal kapcsolatban előtérbe kerülnek. Az intézet befogadó képessége 700 fő, és ettől többen nem is vagyunk, tehát általában ez a 700 fős létszám az állandó. A szerződés az egy plusz 10%-os rátát engedélyez még, tehát 770 fő lehet összesen az intézetbe. De az intézet teljes mértékben megfelel az európai börtönszabályokban előírt követelményeknek. Nyilvánvaló, hogy azért ettől függetlenül telítettség van. Ez leginkább a megyei házakra jellemző. Azért azt ugye tudjuk, hogy a magyar büntetés végrehajtási intézetek túlnyomó része az 1800-as évek végén, az 1900-as évek elején épült meg, és hát nyilván a mai napra, a 21. század második évtizedének közepén nyilvánvaló, hogy előtérbe kerülnek ilyen problémák, pláne Európai Uniós tagállamként. Ugye
tavasszal, illetve a nyáron szóba került az is, hogy ettől az évtől létezik egy új rendelkezés, az úgynevezett reintegrációs őrizet, ami azt jelenti, parancsnok úr el fogja mondani konkrétan, mit tesz lehetővé azoknak a fogvatartottaknak a számára, akik az utolsó 6 hónapot töltenék benne a börtönökben. Tehát, hogy ezt a rendeletet összefüggésbe hozták egyébként a túltelítettséggel, a zsúfoltsággal. Nyilvánvalóan Tiszalökön nem látja ezt a példát, de az ország más területén akár ez a telítettségen könnyíthetett is. Mennyire igénylik, vagy igényelhetik a fogvatartottak a házi őrizetet tulajdonképpen? És ezzel kapcsolatban mindenféleképpen el kell mondanom, hogy egy óriási jelentőségű jogi szabályozásról van szó, amely 2013. december 17-ére tehető, ugyanis a Magyar Országgyűlés ezen a napon fogadta el a 2013 évi 240-es törvényt, a büntetés végrehajtási törvényt, és hát ez mindenféleképpen óriási jelentőséggel bír az egész büntetés végrehajtási szervezetre nézve. Egyrészt nagyon fontosnak tartom ezt a fajta törvényi szabályozást, mert hát ugye az igazságszolgáltatás 3 pillére, a büntetőjog, a büntetőeljárásjog és a büntetés végrehajtási jog vonatkozásában azt azért tudnunk kell, hogy 1979 óta a magyar büntetés végrehajtást egy törvényi rendelet, törvényerejű rendelet, a 79 évi 11-es számú törvényerejű rendelet szabályozta, és hát mindenféleképpen időszerű volt az, hogy a büntetés végrehajtás szabályozása is törvényi keretek között történjék meg. Ez a törvény 2015. január 1-től hatályos. Ez alapján, a törvény alapján végzi a büntetés végrehajtási szervezet, így intézetünk is a mindennapi munkánkat, és hát rengeteg olyan újfajta elképzelés született, mint például nem is elképzelés, hanem hát nyilván ez jogszabályban rögzített kérdés, mint például ez a reintegrációs őrizet, de azért azt mindenféleképpen el kell, hogy mondjam még a törvény vonatkozásában, hogy óriási jelentőséget tulajdonítok annak, hogy úgy a törvény, mint a végrehajtási rendelet megalkotásában büntetés-végrehajtási szakemberek is szerepet kaptak. Mit enged ez a törvény, ez a reintegrációs őrizet? A reintegrációs őrizet az tulajdonképpen azt jelenti, hogy az 5 évi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetéssel rendelkező fogvatartottak kérhetik, de ugyanúgy a védőjük is kérheti ezt a reintegrációs őrizetet, a feltételes szabadságra bocsátást megelőző 6 hónappal. Ez azt jelenti, hogy ez alapján, a kérelem alapján az intézet tesz előterjesztést a büntetés végrehajtási bíró irányába, és amennyiben ezt a bíró engedélyezi, akkor 6 hónappal a feltételes szabadságra bocsátás előtt hazatérhet, és hát tulajdonképpen, ahogy tetszett említeni, ez igazából nem a házi őrizet jogintézménye, de azt a 6 hónapot, ahhoz hasonló, megfigyelés alatt áll, ugyanúgy a fogvatartott. Ahhoz hasonló. És ezt ő akkor az otthonában töltheti ezt a 6 hónapot, és ha az előírt magatartási szabályoknak megfelel, akkor ezt követően pedig a feltételes szabadságra bocsátás. Még egy utolsó fontos kérdés, ugye elhangzott az is, hogy 2019-ig 5 új börtön épül, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is lesz 2 új börtön. Mi megkérdeztük a polgármestereket, hogy miért éri meg egy településnek, hogy börtön épüljön a városban, de ön mit lát 2008-ban, vagy 2008-ra készült el a tiszalöki börtön, mit hozott ez a gazdaságnak, hogyan sikerült a fogvatartottakat visszahelyezni a társadalomba, sikerült-e fejleszteni a szociális készségeiket, stb. Hát én azt gondolom, hogy nyilván ambivalens érzések vannak az emberekben, és hát azt megítélni, hogy most egy település számára egy büntetés végrehajtási intézet mit jelenthet, azt úgyis annak a településnek a közvéleménye, az ott élő emberek fogják eldönteni. Én azt tudom elmondani, hogy ha visszagondolunk arra, hogy Tiszalök városának polgármestere több ízben is nyilatkozott a börtönépítkezés kapcsán, egyáltalán arról, hogy Tiszalökön egy börtön üzemel, és a polgármester úr rendkívül pozitív van, hozta ki ezt a dolgot, rendkívül jó kapcsolatban vagyunk, és a város is sokat profitál abból, hogy ott egy büntetés végrehajtási intézet működik, akkor én azt gondolom, hogy ezzel nagyon sok mindent elmondtam. Semmit
nem romlott Tiszalöknek a közbiztonsága. Semmilyen olyan negatív irányú változások a városi életében nem történtek, amely akár a közbiztonságot, akár az ott lakók biztonságát veszélyeztetné. Én úgy hiszem, hogy mindenféleképpen profitálni fognak ebből a dologból. És én nagyon örülök annak a kemecsei börtönépítésnek is, és a csengerinek is. Foglalkoztatási szempontból ez biztosan nagyon fontos, és köszönjük szépen Dandá tábornok, hogy itt volt nálunk. Nagyon szépen köszönöm.